Jaj, ne, ez olyan, olyan megható pillanat, Krisztián. Hol vagy? De miért égett le itt minden? Hát megőrülök. Nézd meg, itt leégett a fél erdőnk. Ezt nem hiszem el. Lebuktattad magad, te béna. Hol vagyok vajon? Na, hol vagyok? Eltüntette a hullámvasutat. Hua! Ott van! Ott a kis dög! Jaha! Mit csináltál ide, te barom? Hoztam ide fekete tölgyet. És miért ide kell ültetni a út közepébe? Attól tartok, hogy ezzel nekünk már nem lesz gondunk. Miért? Miért nem lesz vele gondunk, Krisztián? Azért. Mert jön ki az új frissítés, és véget vetünk ennek a sorozatnak. És elhagyjuk ezt a pályát? Igen, elhagyjuk ezt a pályát! Na hello, srácok! Ez itt a Minecraft 66. része, és egyben utolsó rész. Ebből a sorozatból. Nem, megfojtam magam. Hát de nem tudod megfojtani magad, mert nem tudsz eléggé lefeküdni a földre. Szóval srácok, igen, ez az utolsó rész, amint láthatjátok. Megérkezett a hír, hogy november 30-án kijön az új frissítés, és ugye mi már nagyon régóta beszéltünk arról, hogy új pályát fogunk kezdeni, ha jött az 1.18, úgyhogy most ez meg is fog történni. Fájó szívvel, de elhagyjuk ezt a pályát. Hát elég durva lesz, elég durva lesz. Viszont mielőtt még elhagynánk ezt a pályát, csinálunk nektek egy részt, és megemlékezünk a legviccesebb, illetve legjobb pillanatokról, ami a sorozatban történt. Hát nem minden vicces pillanatról, meg minden jó pillanatról emlékezünk meg, de a legtöbbről igen, ami így eszünkbe jut így útközben. És igen, tudjuk, hogy sok projektet félbehagytunk, mint például... Mit hagytunk félbe? Ja, mint például a... mit hagytunk félbe, Krisz? Hát például még csak most költöztettük le a izéket. Tom Jones éka. Ja, hát igen, még például Tom Jones most költözött be a helyére. Ja, nézzük is meg Tom Jones-t. Ja igen, meg például nem mentünk el a mansionbe, meg... Nem csináltuk meg a hullámvasutat. Nem csináltuk meg a térképszobát. Úgyhogy még van egy rengeteg befejezetlen dolog, de hát nem tudjuk úgy abba hagyni, hogy minden kész van igazából. Illetve két héttel előtte tudtuk meg, hogy kijön a frissítés, úgyhogy elkészülni se volt időnk. Úgyhogy, hát igen. Úgyhogy ezt az utolsó részt még megszenteljük ennek a sorozatnak, mert hát szerintem megérdemli. Azért sok dolog történt, nem? Krisztián, ez adott a két év alatt. Tényleg, ja. Amúgy már két éves a sorozat, most jut eszembe. Most valamelyik két nap. Két éves sorozat. És azt mondtuk az előző részben, hogy elmegyünk piknikezni, úgyhogy menjünk, gyere. Beszélj. Ja igen, illetve az előző rész végén mondtuk, hogy elmegyünk piknikezni, úgyhogy ezt meg is tesszük, és elmegyünk egy utolsót piknikezni ezen a pályán, és megbeszéljük a legjobb pillanatokat, meg a legviccesebbeket. Ezek miután egy utolsót aludtunk. Utolsó? Tehát az nem biztos, hogy, nem biztos, hogy egy utolsót alszunk. Nagyon sokan írtátok, srácok, hogy nektek is nagyon tetszik ez a pálya, meg nagyon szeretitek, és ez nekünk is így van. Nagyon jó ez a pálya, nagyon szeretjük, jó az a ház, jó a birtok, meg igazából szinte minden, amit építettünk, azt nagyon szeretjük, és nehéz lesz elhagyni, de egyszer minden véget ér. Úgyhogy, ja. Na menjünk piknikezni. Ja, de Krisztián, kell szőnyeg. Kell fehér, meg piros szőnyeg. Viszont amit ne felejtsetek el, srácok, az, hogy kezdjük az új Survival sorozatot november 30-án, vagyis hát akkor veszük fel, nem tudom, hogy mikor tudjuk felrakni, úgyhogy mindenféleképpen, aki nincs feliratkozva, az iratkozom fel, és nézzétek a csatornát, ugyanis jön az új Survival sorozatnak az első része. Igen, úgyhogy a Minecraftnak még itt nincs vége, kezdjük az új sorozatot, srácok, új kalandok, új dolgok, új történetek, új építmények, új házak, mindenféle. És igen, hát még sokat nem árulunk erről, hogy mi fog történni abban a sorozatban, de
Mert hát azért, tudjuk. Hát ja, még mi sem nagyon tudjuk, de azért már valamiket azért mi is kapizsgálunk, úgyhogy, ja, ez mi? Mi ez? Mi ez, Krisztián? Hogy lehet ilyen szemetesen itt össze-vissza elhagyni ezt a pályát? Ah! Na, ne őrüljél már meg. Jövök le gyapjúért, mert kell. Nincs nálam olló. Krisztián, van nálad olló? Nincs. Jó, akkor bemegyek a Kovács Lajos elemérhez, és... és csinálok egy ollót. Miért van itt krumplit, hülye? Szia, viszlát Kovács Lajos elemér. Várja, lenyisbálom ezeket a jószágokat. Várja, bemegyek. Vigyázat! Nem mehetsz ki, te! Jószág! Hú, de milyen fura, hogy ezeket... Tényleg ebből öltünk egyáltalán bármennyit ebből a bárányból? Nem. Hát igen, mert ezeket igazából meg se kell ölni, mert a hús az nem számít nagyon ezektől, ja. Mert... Hát most más, most megölöm a tehenet, és akkor kapok húst. Na, van egy csomó gyapjúm. Mennyi gyapjú, öregem. Azért nem kevés. Ja, és megpróbálok most nem így repkedni mindenhová, mert... hát inkább, ja. Inkább így a földön, így az építmények között. Rész. Ja. Tényleg meg... Ja, meg még az viszont befejezetlen projekt, a repülősziget. Az nagyon befejezetlen projekt, mert ezt már nagyon-nagyon régóta beszéltük, de sajnos nem sikerült megcsinálni. De majd a következő sorozatban. Krisztián, akkor gyere le ide a piknik helyre, jó? És akkor most itt megcsináljuk ezt a piknik helyet, hogy jó kis piknikes legyen. Várjál. Hú, de jó, mi? Vagy még ide is jön egy sor. Jön, aha. Ja, igen, mert nem kocka, aha. Vagyis nem kocka, hanem... Hát jaj, ezt most nem mondod! Nem csináltál eleget, te barom. Hát de egy darab! Az összeset leraktam. Te hülye! Na, így jó lesz. Kellene egy torta, de most ezt nincs kedvem csinálni, vagy csináljunk tortát? Csináljunk, menjünk, gyűjtsünk tojást a csirkéktől, és közben köszönjünk el tőlük! Jó, van, akkor menjünk, gyűjtsünk tojást a csirkéktől. Na, de közben amúgy el is kezdhetjük így felhozni ezeket, amiket így a legjobb pillanatokat. Itt van, Máté, a színpad. Tényleg a színpad, amit alig használtunk így egész sorozat. Igen, és emlékszel? Ezt azért építettem, mert itt tartottam a stand-up comedy előadásom. Tényleg, én meg itt néztelek. Igen, jó napot, uraim és hölgyeim, vagyis hölgyeim és uraim. Bemutatkozom, Mac Kis Krisztián vagyok, és ma este egy stand-up comedy fogok előadni önöknek. És azt mondtam, hogy még fogok csinálni stand-up comedy-t, és nem csináltam, úgyhogy azt is majd a következő sorozatban. Ami nem sokára kezdődik a csatornán, úgyhogy nagyon figyeljétek. Igen, srácok, legyetek aktívak így a csatornán, mert nem sokára jönni fog. Ja tényleg, ezeket a csirkéket meg én gyűjtöttem neked, ugye? Igen, és onnan a izétől. Várj, mennyi csirke, basszus. Várj, akad a játéka. Először ide gyűjtötted össze őket. Jó, hol is van az, Krisz? Nem is emlékszem rá. Itt az erdő, ez egy ikonikus erdő, bár amúgy nem nagyon jártunk itt. Itt amúgy nagyon, itt amúgy ti srácok nem láthattátok, de én videón kívül itt rengeteg fát vágtam ebben az erdőben. Úgyhogy, ja, ide jártam állandóan fát vágni. Ja, tényleg ott van az ősi monumentum. Itt van. És én ide bezuhantam. Ja, igen, és ide te bezuhantál. Azért van itt az a létra. Igen, mert... és ide gyűjtöttem össze a Krisztiánnak egy pár csirkét, hogy tudjon csinálni nyílvesszőt. Nézzük azt a tornyot ott. Na, vajon mi lehet az? Mi az egy ősi monumentum? Várjál, nézzük meg, mi van benne. Gratulálok, Krisztián! Elkezdheted! Elkezdheted a csirkefarmodat! Gratuláljuk! Juhuuu! Úgyhogy, ja, hát igazából ez nem a valami szép hely, de ja, ez is ilyen régi. Krisztián, szerintem repüljünk vissza a házhoz, és akkor csináljuk meg a tortát. Szerintem is, és szerintem, várjál, szerintem aki hamarabb odaér, az a király!
Na, szóval én meg a király, ez az, én az... meg a király. Mi, hol vagy te király? Mi, még vagy most te? Se vagy itt, most nem vagy itt. Mi az, hogy ja, most vagy, vagy itt? Mi? Hát én szanszó király vagyok, mint te, te béna. Azért kellett jönni. Nem, Adam, ki mondta, hogy oda kell menni? Ki mondta ezt neked? Ki, mi, hol hallottad te ezt? Mi? Őrült barom. Meg három tej, de miért kell három tej? Hát megőrültek ezek. Mit lövöldöző barom? Olyan fölgyújtja házat! Hülye barom! De Krisztián, te normális vagy? Hát normális vagy? Az utolsó részben fel akarod gyújtani a házat, te barom állat? Itt a repülő fenyőfa. Hú, mennyi tanácsot kértünk a repülő fenyőfától már, nem, Krisz? Hú, még emlékszem, amikor először idejött a repülő fenyőfa hozzánk, megérkezett. Te barom! Látod már a repülő fenyőfát? Hozzánk érkezett. Hello, repülő fenyőfa. Hello. De ne már, most ez komoly, és elrontja az izét. A kinézetét a háznak. Hát megőrült! Hello, repülő fenyőfa. Oké, okay, és akkor kell három tej. Ú, van két milk bucketünk, akkor már csak egyet kell megtölteni. Jö. Megtöltöd. Itt a teheneknél. Itt. Sziasztok, tehenek. Ja, itt a teheneknél, hello, ahol a Krisztián itt levéste ezt a fát, és nem, és azóta se rakta vissza. Meg itt vannak a malackák is, akik visszatértek a halálból. Ja, két malacka, aki visszatért a halálból. Milyen fura. Amikor egyszer fölrobbantott, benn volt a gödörbe, és fölrobbant a creeper, emlékszel? Ja, az jó volt. De föl ne robban! Gyorsan üst! Vissza azért! Ez mi a p***a? Miért robbant ez föl? Na gyorsan megcsináljuk a tortát. Mondtam én, hogy nem az lesz az utolsó alvásunk. Haha. Na megcsináltam a tortát. Na akkor aludjunk egyet. El is álmodott. Álmos vagy. Igen, emlékszel, amikor megállás nélkül zaklatnál el álmamba, te barom! Várjál, csak gyorsan megágyzok, igen. Minden rendben legyen. Jó. Jaj, még odaadtam a párnámat, úgy behúzom a húzatot. Jaj, bocs, nem volt büdös nagyon. Nem volt büdös nagyon. Na itt van nálam a torta. Na siessünk le, és piknikezzünk egyet. Már alig várom. Itt lerakom a tortát. De jó, ha nem mauda. Nem mauda. Ott egy creeper, lőd le. Hol? Gyönyörű csapatmunka! A tevilivil vesződ visszapattant róla, mert béna vagy. Krisztián, üljünk le ide, és akkor piknikezzünk egy. Gyere már ide, ülj a barom. Na, együnk egy szeletet tortából. Hogy kell enni? Úgyhogy eszed. Na és mondd el, hogy neked mi volt a kedvenc pillanatod a sorozat során. Kedvenc pillanatom a sorozatban? Hát nem tudom, nekem rengeteg kedvenc pillanatom volt. Például az egyik az az volt, amikor felfedtem neked a titkos ajtón mögött lévő titkos föld alatti bázist. Igen, az volt a kedvenc pillanatod. Hát az most volt, nemrég. Hát jó, hát nem azt mondtad, hogy régit kell mondani. Hát nyilván, pillanat. Nyilván a sorozat során, hogy melyik volt a legkedvencebbed. Ajaj, ne. Azt a rohadt, ez mi? Ez egy titkos hely. Ez egy titkos föld alatti bázis. Nekem az volt a legkedvencebben, mert rengeteget dolgoztam rajta. Igen. Aha, és alig vártam, hogy lássam. Ja, tök jó, az tényleg jó voltam úgy az a pillanat. Na igen, és a te kedvenc pillanatod, Máté, mi volt? Az én kedvenc pillanatom? Az én kedvenc pillanatom az az volt, amikor én felfedtem a te titkos hordód. Nekem az volt a kedvenc pillanatom. Igen. Aha. Most minden kiderül, srácok! Nézzük meg, hogy mi van a Krisztián hordójában! Ez mi? Mi ez? Te puskaport rejtegetsz a hordódban! Várj, mert csörög a telom. Halló? De nem jó 195. Túl hosszú.
Jó van. Ja, de viszont mondtam, hogy nekem nincs egy külön izé, mert nekem több is van. És például még nekem az is kedvencem volt, amikor nyomtam a stand-up comedy-met, az tök jó. Igen, volt. Ja, de hát azt már láttuk, azt már nem vágom bele. Igen, az is jó volt, meg még mondjuk mondok egyet, és akkor te is mondjál hármat. Jó. Jó, hát akkor mondok most megint négy egyet. Jó, akkor mondjál te is még egyet. Na, az én második kedvenc pillanatom az az volt, amikor robbantottunk a Netherben, mert az nagyon jó volt. Az milyen epic volt, mámi. Krisztián, meghúzod a kart? Meghúzom. Jó, akkor visszaszámolok. 3, 2, 1, mehet! Beakadt a játékom! Nem látszott semmi! Ott a kráter! Hú, gyorsan! Szaladjunk le, nézzük meg! Na igen, és akkor neked mi volt a harmadik kedvenc pillanatod? És nekem a harmadik kedvenc pillanatom az például az volt, hogy amikor építettem neked a tornyokat. Amikor csináltad a karámat a teheneknek, aha, és építettem tornyot, hogy megvédjelek. Hadd már, nem azért a huszsé mondom, de te itt nagyon, nagyon-nagyon itt, nagyon nagy veszélyben vagy az én oltalmazásom nélkül, és bármikor megtalálhatod bármi téged. Hát abban biztos vagyok. Te tudtad ezt, hogy bármikor bármi megtalálhatod téged, és elveheti a gyenge kis törékeny életedet? Ha? Te mit csinálsz? Tornyot építek, hogy lássam az ellenséget, hogyha jön és meg akar támadni téged, te okotódor. Igen, na nekem a harmadik kedvenc pillanatom, azt tudod mi volt? Na mi? Amikor megépítettem a Creeper farmot, és fölmentünk egy kicsit a szigetre. Ja. Aha. És utána leestem, igen, és észrevettem, és hogy működik. És aha, akkor úgy megörültem, hogy az olyan jó érzés volt, hogy, hogy valamit megépítettem, és működött. Majdnem meghalt. Meg volt, Máté? Halnak a creeperek! 35 puskapar! Igen. Működik, azaz! Na, akkor szerintem kezdjünk el így végigmenni a pályán, és így... Voice crack, haha. Na, Krisztián, szerintem menjünk el arra helyre, ahol kezdődött minden. Jó, amit szerintem sokan nem is tudnak, hogy hol volt. Ja, amúgy nagyon érdekes, srácok, mert úgy, amikor elkezdtük a sorozatot, akkor még nagyon kevesen néztétek, ilyen 500, 800, meg 1000, ilyen nézettségek voltak a videókon. Nem, még annyi se, a legelején talán. Hát a legelején talán még annyi se. Úgy a 28. rész körül kezdett így beindulni a sorozat, úgyhogy nagyon sokan így nem tudhatjátok, hogy azelőtt mi történt így a sorozatban, és itt, ezen a szent helyen kezdtük el a sorozatot, itt, a Péter szobor, ahol most áll, ott kezdődött el minden. Nem ott kezdtük el, te barom. Na, akkor hol? Itt kezdtük el. Itt kezdtük el, mert itt lerohantunk egyből oda fát vágni ide. Itt és teremtünk be, te nagyon hülye. Itt teremtünk be, ezen a szent helyen. Na, jött. Join server. Na, rámentem, hogy jöjj hát! Úristen! De nem áll, meg most még kell elkezdeni egyből támadni az ember. Még becsinálom! Meg csicska van! Itt van, ja, itt igen, kezdtem igen el fát vágni, itt is van még a lombja a fának. Itt aha, van. Tényleg, ez ott első igen, fang. Illetve itt van, egy bánya valahol, ahova lementem. Itt van! Itt vágtam ki az első köveim. A köveket, az Ancient csákánnyal. Ja, tényleg. Az Ancient csákánnyal itt vágtam ki, meg a szenet, meg minden, és ez amúgy olyan, ez amúgy tök jó ez a igen hely. Igen. Tök mindegy, hogy hol lakunk amúgy, mert úgyis jóra megcsináljuk. Nem tök mindegy, mert nem akarok itt a paszta közepén. Na hát akkor meg, hogyha neked nem jó, akkor meg nem tök mindegy. Hát ez az, hogyha nekem nem jó, akkor nem lakhatunk itt. Igen, és itt voltunk lenne a bányában, ebben, és besötétedett, igen, és kijöttünk ide föl, és én mondtam a Máténak, hogy hallod? Nézd csak ott azt a helyet, oda kéne költöznünk. Ja, oda kéne arra költöznünk. És milyen érdekes, és hogy fogtuk, mennyivel másabb lett azóta az a hely. Nézd csak oda, 12 óránál. Igen.
Látod azt a helyet? Az elég jó lakóhelynek. Ott az? Mit gondolsz? Ja, tök más lett, tehát az elején tiszta ilyen... Menjünk oda a kezdőházunkhoz. Igen, és itt mondtam legelőször, hogy ide költözzünk be ide a sziklába. És itt mondtam, igen, hogy milyen jó az a helyhe. ez tényleg jó az a helyhe. Helyhe. Igen, ja, és oda költöztünk be, igen. Csak itt most ugye az enchant szoba van már. És úgyhogy sajnos az már nem létezik az a kis házikó. És ezt váltuk ki itt a legelején, és először ez volt a lakásunk, és most már ez nem is a lakásunk, hanem enchantos. Ja, de fura. Meg itt mentünk le legelőször bányába. Annyi minden emlékünk van, srácok, hogy szinte egy óra is kevés lenne hozzá, hogy elmeséljük. Hát igen, itt van ez a földhíd, ami még mindig ugyanaz. Ja, még mindig földhíd. Ja, és már egyszer rávezettem ugye a füvet, hogy fű legyen legalább, de egy csomó idegen föld volt. Ja. Igen, akkor ez a farm, ez is a leges legelejétől itt van. Leges legelejétől, és már a harmadik részben azt mondtad, azt hiszem, hogy ki akarod szedni ezt a farmot. Ja, igen, és mégsem szedtem ki. Igen, és akkor a falomról ne is beszéljünk, a faházról. Ez egyszerűen tökéletes lett ez a ház, ez nem is tudnék ennél jobbat elképzelni erre a pályára. Ezt nagyon sokan ismeritek már, hát nyilván, mert rengeteget vagyunk itt. De igen, nagyon sokat változott így a részek során, még mikor így elkezdtük építeni. Ja, itt van Ancient Csákány. Hello, Ancient. Hello, Ancient Csákány. Oh. Hogy vagy Ancient Csákány? Jól vagy? Na jó van, akkor. Itt látható az én szobám. Ja. Először ez volt ez a chest itt csak, és aztán itt látható a legendás hordó, amiben volt a titkos puskapor. A titkos puskapor, amiben most már van egy kis stick, meg egy kis fedör, meg egy kis paper is, igen. Amit hanyadik részbe kezdtem el? Hanyadik részbe kezdtem el? A 18-ba. Igen, akkor volt legelőször, hogy mutattad, hogy mi az a hordó. Ez micsoda a Krisz szobádban? Mi? Ahhoz nem nyúlhatsz hozzá. Megértettük. Miért ne nyúlhatnék hozzá? Ez az én lakásom. Jó, akkor elvágom az ágadat. Levágom! Először, srácok, itt így föl volt lombbal, így ilyen lombfal volt itt körbe. Ja, itt ilyen lombfal volt. Egy csomó ideig ez volt a legteteje a háznak, és ilyen lombfal volt itt körbe. Ja, az nagyon sok ideig volt. Igen, és itt ilyen kettőszintes lomb volt, és itt énekelted el a Rihanna Diamond-t. Vagy mi az? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. How I shine in the beautiful sky. I just want to be happy. Harmony. How again just win just night. Igen, aztán megépítettem itt ezt a második szintet. Ez lett az én szobám, ami hát nem az én szobám, hanem a csúcskának, meg a dömének a szobája. Igen, meg ide még berakosgattunk ilyen pár plusz dolgot. Ja, és először még nem is volt ilyen leugrós cucc. Emlékszel, Krisz? Uh-huh. Hanem először még nem. Csak az volt, hogy... Először lemászkáltunk. Ja, lemászkáltunk létrán. Ja. Igen, aztán később ugye megépítettük ide ezt a tárhelyszobát is, ami most már teljesen természetes, hogy itt van, meg ikonikus, de még mindig nem telítettük meg az összes ládát. És utána pedig nem sokkal később megérkezett hozzánk a repülőfenyőfa. Szia, repülőfenyőfa! Jó, de a repülőfenyőfáról már beszéltünk, te barom. De a repülőfenyőfáról többször is kell beszélni, mert a repülőfenyőfa az olyan elképesztően nagy teremtség, hogy őnek róla többször is kell beszélni. Egyébként, aki majd nem sokára következő sorozatot, csak úgy megsugom, hogy a repülőfenyőfa az folyamatosan keresi a jó embereket, úgyhogy... Ja, hát hogy akkor téged nem fog megtalálni. Na, okay. Ez a járda se volt ittán mindig. Általában a birtokhoz mindig itt mentünk le először még. Itt errefele valahol. Jaj, ne, szörnyek! Igen, sajnos ezt a helyet még mindig nem sikerült biztonságosá tenni, amint látjátok. Őrült! Nyugi! Jó, megöltem. Megöltelek. Ez a járda, ez még nem is volt itt. Ez kicsit később került ide, és itt ide is terveztünk ilyen falombot, meg ilyenek, de azok se sajnos nem készültek el soha. És hagyjatok már végén, barom állatok, hát nem hiszem el. Jogi, megmentettek megint. Jó, van, mindjárt úgy megmentelek téged az élettől. Ja, és aztán ne is beszéljünk a birtokról, ami hát gyönyörű szép, így fölülről.
eleinte még csak egy ilyen kis karám volt ott, meg ilyen kis pici épületek, meg ilyesmik. Nem is tudom, hogy mi volt a legelső épület. A legelső az itt volt, ez szerintem. Ez csak így körbe volt a kerítés, és be volt ide tévé, bárány, meg malac, meg minden. Igen. Azt hiszem ez, igen. Igen, aztán ugye elkezdtünk itt mindenfelé terjeszkedni, meg igen. Megcsináltuk a kerítést a birtoknak. Igen, hogy netinek bejönnek szörnyek. Rengeteg minden köt minket már ez a pályához. Meg gondoljuk, hogy titeket is nyilván, mivel végig követtétek az egészet. Hát, úgyhogy... a végig követte. Hát igen. Mert sokan csak később csatlakoztak be, mert úgy osztott minket a YouTube meg, hogy egyre jobban, körülbelül már így a nem is tudom 30. résznél, de most mindenkinek, aki nézi ezt a sorozatot, itt van az esélye, hogy az első résztől következse a következő sorozatot. Mert igen, úgyhogy várjátok csak, srácok, és írjátok le kommentbe, hogy jó, én nagyon várom a következő sorozatot. Igen, és akkor később elkezdődött a... falu népesítése, hogy így mondjam, zombi falusiakból, és a legelső zombi falusi, az kérlek szépen Sentinel Tamás volt, és nem is tudom, hogy mikor igen. Találtuk őt meg, hanyadik részben. Falusi zombi! Lol, fedezlek, Máté, fedezlek! Fedezlek, rajta tartom a nyílt puska vesszőbe, és az így nyíl lesz. Ne, nem lehet! Azaz, jó, bezártam! Azaz. Mi legyen a neve? Sentinel Péter. Sentinel Péter? De nem a Péter, az a kutyád volt. Jó, akkor Sentinel Tamás. Na, jó van. Sentinel Tamás. Szervusz, Sentinel jó, Tamás. De ő Sentinel volt a legelső, Tamás. És ő egy mendinges falusi lett. Igen, aztán volt a Turbo Diana, ahogy megtaláltuk, meg az összes többi falusit, és ja, hát így szépen lassan benépesítettük az egész birtokot Kovács Lajos Eleméerrel, Lapátos Heroldal, Heroldatyával, ugye, meg ugye van most Tompa Jones, meg len van a semmire kellő Leples Levente. Igen, és egyébként hadd köszönjem meg, külön köszönetet szeretnék mondani Sentinel Tamásnak, mert a Sentinel Tamás, amikor az első videót csináltuk róla Sentinel Tamásról, akkor kezdte megosztani a sorozatot, és akkor kezdték el jó sokan nézni. Ja igen, szóval Sentinel Tamásnak köszönhetjük a igen, sorozatnak szintus. A hírességét. Ide is terveztünk egy ilyen bánya lejáratot, meg ilyenek. Hát nagyon sajnáljuk, srácok, hogy ezeket így nem tudtuk végül is megcsinálni, de hát igen. A következő sorozatban új kalandok lesznek, és új dolgok! Nagyon sokan kötődtök ez a pályához, és mondtátok, hogy ne kezdjetek újat! Mondtátok, hogy nagyon hangulatos ez a pálya, meg ilyesmi, de ne féljetek, srácok! A következő is ugyanilyen hangulatos lesz, ugyanis ez nem azért hangulatos, mert véletlenül... hát mit képzeltek? Ja, nem azért, mert én miattam, mert én nagyon-nagyon értek a hangulatos összetételekhez. És ugye... ez minden nekem köszönhető. Sárga plöccsenet, nagyon... szevasz! Sárga plöccsenet! Sárga plöccsenet! Egyébként sárga plöccsenet! Hadd kérdezzelek már meg, hogy te esetleg nem félsz ugyanúgy, mint ahogy mi is. Nem félsz a gyilkos rengetegtől? És elmegy, hogy nem tudom belenézni a szemébe, és nem tudok sikítani. Gyilkos rengeteg! Na. A gyilkos rengeteg, az is nagyon durva volt, az egész sorozatban végig terrorizált minket. Pontosan, köszönöm, hogy szépen, hogy elmondtad. Nem ismerek kimenni az izére, várja. Hello, a grillkonyhából. Hát olyan izét hozhattok, van az a... Menüt! Várjátok, srácok, megrendeljük az ebédet. És a vacsorát. Jó van, hoznak mindenkinek vacsit. Na, jó van akkor. Illetve itt vannak a méhecskék is, akik hát sajnos akik elpusztultak, vagy nem tudom, hogy hova tűntek, valószínűleg a gyilkos rengetegbe mentek, szegények. Elfalták őket. Oké, itt a Nether kapu, ami hát nagyon jól sikerült, szerintem eddig ez a legjobb Nether kapu, amit valaha építettem. Ja. És menjünk is át a Netherbe. Menjünk is át a Netherbe, és nézzük meg, hogy ott ez is egy egész ikonikus hely szerintem. Meg ne üsd, még nem jöttem át a Netherben, mióta új akuntom van.
Igen, hát ez is egy nagyon ikonikus hely. Itt voltunk lent Netherite-ot bányászni, például. Itt halt meg a Máté, ha-ha-ha, de béna volt. Ja, igen, itt haltam meg a... megtámadott az a piglin. Máté, vigyázz, vigyázz! Ez megőrült! Ezt szerintem ölni kell, nem? Hogy kell? Nyugi, jölöm! Ez megőrült és meghalt. Jó, nyugi, nyugi, nyugi! Mert ugye ezeket nem szabad megütni, ezeket a malacokat. És azt hittem, hogy az se szabad, és így kérdeztem Mátét, hogy megüthetem, megüthetem, és nem válaszol, és megölte őt. Hát nyilván, hogyha szerinted, hogyha engem meg akar gyilkolni egy piglin, akkor szerinted megöl, meg kell ütni? Hülye. Itt lesz, igen, nem itt sokára állam. A kráter, srácok, amit a robbantás okozott. Igen, amikor felrobbantottuk, az 1000 TNT-t lehoztunk ide. 1000 TNT-t felrobbantottuk, és igen, jaj! Csonti Monti! Dagáj meg! Jó, meghalt. Itt azért, ja tényleg részem, hogy most már ne csak. Krész. Tényleg. Repkedhetünk itt. Tényleg itt repkedhetünk, nem is jutott eszembe, mert amikor átjöttünk még a Netherbe, akkor még nem volt szárnyunk, és itt nem repkedhettünk akkor még. Nagyon jó dolgok történtek itt a Netherben is. Ja, ez valami elképesztő volt. És menjünk a legemlékezetesebb helyre. Hát jó, ez a legemlékezetesebb hely a Netherben, de a második legemlékezetesebb hely az nem más, mint megint lő a csont. A második legemlékezetesebb hely az az, amikor itt mondtad, hogy csak nyugi! Vigyázz, vigyázz! Csak nyugi! Az a második legemlékezetesebb hely, amikor először rátaláltunk arra a fortra, és ott... Hagyjatok már hülye csontvázat! Nagyon-nagyon-nagyon nagy hatalmas támadásnak lettünk az áldozatai, és egy csomó ilyen ja, igen, meg megölt téged itt a... Igen, megöltek itt csont, téged. Ilyen encsantos csont ember volt, és megölt. Encsantos! Úristen, lelőtt a 3-4 életemet csont egy lövéssel! Hol? Meg! No! De mit csinálj, nincs nyilvesszön, béna gyöké! Hát menj oda és vágja, te béna! Jó, de izén van te, hülye gyerek, Soul Sanden állok. Aj, nem igaz, átmegy az ember, azt itt, ez meg nem csinál semmit, nem csak a tőles, nem csinál gyere, semmit. Gyere, siess! És itt olyan ostromnak vettek alá minket onnan a hídról, hogy egyszerűen hihetetlen volt. Viszont nekem még mindig nincs full netherite cuccom, de hát már nem is lesz. Ja, hát már nem is lesz. Tudjátok mit, srácok? Hogy mikor lesz full netherite cuccom a Máténak? Majd a következő sorozatban. Jó, igen. Igen, a következő sorozatban. Srácok, igazából azért nem sikerült olyan sok mindent csinálni ebben a sorozatban 2 év alatt, mert volt olyan időszak, amikor 3 hónapig igazából, 3 hónap eltelt a 2 rész között, úgyhogy hát igen. De a következő sorozat már igen. Sokkal gyakrabban és sűrűbben lesz, úgyhogy 2 év alatt sokkal több részt is tudunk majd kihozni belőle. Na mondjad. Meg amúgy azt is azért, azt se feledjétek, hogy mi kicsit azért másképp játszunk, mint más youtuberek, szóval más youtubernek már a 3. részben izéje van, elitrája, meg ilyenek, de... Ja, a 3. részben elitrája van, meg mit tudom én, de mi a következő sorozatban is hangulatosan fogunk játszani, meg ilyen hülyeségeket fogunk csinálni, mint ahogy eddig is megszokhattátok tőlünk, úgyhogy nem kell félni, az is jó lesz. És ja. Rengeteg új dologgal és meglepetéssel készülünk nektek, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek majd azt a sorozatot is. Na gyere, Krisztián, menjünk vissza a felszínre. Lövöldöz a barom! Na mindegy, nem is érdekel. Na menjünk vissza a kezdő, vagy a portálhoz. Ó, milyen jó dolog, hogy így belecsöppentünk. Pont most jutott eszembe, hogy ezt még nem mutattuk meg itt a lenti birtokadat, és ide jöttünk vissza. Hát mekkora már nem! Na. De. Igen, srácok, most itt vagyunk a föld alatti bázisnál, ahol itt van a beacon, amit a Krisztián épített, és... Sokan azt hihetitek, hogy ez nem egy teljes beacon, mert hogy csak ennyi van, de ez nem így van, mert itt lemegy teljes beaconig a föld alatt.
Csak ugye nem nagyon fért volna be ide egy ilyen hatalmas... Ezt mindenki tudja. Full beacon. Igen, itt van egy ilyen kis kraftolószoba, amit soha nem használtunk, és valószínűleg nem is fogunk. Semmire. Akkor itt van a térképszoba, amiből amúgy egész nagy rész ma megvan, mert megcsináltam, de hát nincs kész. Hát nem tudtuk befejezni. Hát igen. Na, de viszont srácok, most ugye nagyon sok projekt nincs kész, és ez még vár a befejezésre, és nem véletlenül vár valakire, hogy befejezze ezeket a projekteket, ez a pálya. Ez nagyon jó, elmondtam ezt, nagyon, nagyon jó összetettem ezt a mondatot, jó van. Nem véletlenül van ez, hogy vár még valakire ez a pálya, hogy befejezzék rajta a projekteket, ugyanis ez a pálya letölthető lesz a ti számotokra, és játszhattok rajta. És felfedezhetitek minden egyes kis zugát, mugát. Igen, szóval a link linkből, a leírásból, vagy hogy kell ezt mondani? A linken, a leírásban le tudjátok tölteni. A leírásban lévő linkre kattintva letöltheti. Igen, pontosan, ez nagyon jó. Hát én még ilyet soha nem mondtam, úgyhogy nem tudtam megfogalmazni, igen. Nagyon szeretnénk, hogy letöltsétek ezt a pályát, és játszatok rajta, fedezzétek fel, írjátok le kommentben, hogy miket építettetek rajta, vagy esetleg folytatjátok Survivalbe, vagy ilyesmi. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit hoztok ki ebből a pályából. Most teszem be valami... Na? Mi az? Csak nyugi, csak nyugi. Csak nyugi! Csak mondd tovább! Ja, hát Krisz, hát ez a box meccset meg nem is néztük, hát nem, ma oda, ja, itt boxoltunk. Ha, ez is jó volt. 3, 2, 1, halálig tartó küzdelem! Meghalsz, véged van! Na, szóval, igen, szóval letölthető lesz ez a pálya, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit hoztak ki ebből a pályából, úgyhogy nyugodtan töltsétek le. Most nem taglalnám, hogy kell így berakni a pályát a Minecraftba, meg ilyenek. Biztos sokan tudjátok, ha meg nem, akkor meg biztos, hogy megtaláljátok az interneten, hogy kell. Igen, valamit még kihagytunk itt. Hát hogy lehet ilyet hibázni? Ja, hát a kereszt. De hát, Krisztián, ott a kereszt. Benne a kápolnában. Hát tudjuk, de a templom tetején szokott lenni. Na, de ez nem egy templom, ez egy kápolna. Ja, hát elég vastag, de jó néz ki, jó van. Hát nem beszéltünk át mindent, nem mutattunk meg mindent, de hogyha végignézitek a sorozatot, akkor mindent látni fogtok. Úgyhogy igen, ott van, itt van a csatornán, van lejátszási lista, végig tudjátok nézni az összes részt, 66 rész ezzel együtt. Ugye 26-án látjátok ezt a videót valószínűleg, úgyhogy 4 nap múlva jön ki az új frissítés. Onnantól kezdve, hogy ez a videó fölkerül, onnantól kezdve körülbelül 10 napotok van, hogy jön az új sorozat, és addig, ha tudjátok, akkor milyen 10 nap? Nem. Nem. 7. Ja, 7 nap. Egy hét, ökönel. Egy hetetek van. Na, Krisztián, szerintem menjünk vissza a szobánkba, és búcsúzzunk el ettől az egésztől. És igen. Hát igen, ez egy nagyon szomorú és megható pillanat, hogy itt befejezzük ezt a sorozatot. Én is úgy tök furán érzem magam. Ja, nagyon hát, rossz. Hát amióta tényleg 2 éve csináljuk ezt a sorozatot. Krisztián, nyomjunk meg egy utolsó kőpapírolló párbajt. Kőpapírollót, és aki nyer. Aki nyer, az az ultimate mega király a sorozatból. Az ultimate mega császár. Utoljára még így. Farkas üvöltések közepette. A holt fényes éjszakában lenyomjuk az utolsó kőpapírolló párbajt. Készüljünk. Kőpapírolló! Ez most nem mondott komolyan, hogy te is ollót lágsz, te barom. Na. Kőpapírolló! Ez az! Én vagyok az ultimate meg a király, ez az. Na, ez egy nagyon megható pillanat. Krisztián, gyere, rakjunk le egy ládát ide az ágyunk mellé. És rakjuk bele az összes cuccunkat. Máté, most jut eszembe. Na? Most jut eszembe. Tudod, hogy hol lenne egy méltó befejezése a sorozat? Na hol? Az eredeti, első részben használt elköszönő helyünk. Ja, ott, ahol elköszöntünk eredetileg. Jó, de először rakjuk le a cuccainkat.
Hát rakjuk le ládába a cuccainkat, hogy a srácok majd, hogyha letöltik a pályát, akkor fel tudják venni. Jó. Lakom a totemet is. Ja, hát ezt a sok szarságot is lerakom, ami nem kell ilyen. És összefogdossam a rupánkai aprítógépet is, a vadász legjobb barátja, a Megaböf nevű csákányom. Azokat is lerakom. Igen, tényleg, meg itt van nekem a Destroyer, az Unbreakable, a Diamond X, meg a Diamond Shovel, illetve a Bow nevű íjam, amit nem neveztem el, de mindegy. Ja, ha hülye vagyok, hát meg itt vannak a cuccaim rajtam. Itt van még a Máté szuper sisakja, a Super Elitra, a Diamond Leggings, meg a Máté tappancsa, meg a Shield. Ezeket is mind berakom. Jól van. Na, aludjunk egy utolsót, most már tényleg utolsót alszunk, és elmegyünk az elköszönő helyre, és minden magunk mögött hagyunk minden pillanatot, ami ebben a sorozatban történt. Ne, nincs elitra. Mindent. Szia, izéke! Most nem tudom kibányászni a követ, mert... Jaj, tényleg. Á, Creeper! Jaj, most azért vigyázni kell, mert azért... Jaj, nincs rajtunk semmi. Itt vagyunk. Az elköszönő helyen. Igen, ide nőtt egy fa közben, de nem baj. Itt van az eredeti elköszönő hely. Juhú! Ez az! Srácok, aki látta az első részt, itt vagyunk az eredeti elköszönő helyen. Az tudja, hogy miről beszélünk. Na, szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy végigkövettétek ezt a sorozatot. Már aki végigkövette, de ha még egy kis részen is követtétek, akkor is nagyon köszönjük. De aki esetleg nem követte végig, az előtt itt áll a lehetőség, hogy végigkövesse a következő sorozatot. Ja, végigkövesse a következő sorozatot. Illetve, hogyha szeretnétek, akkor megnézhetitek ezt a sorozatot is végig. Van róla lejátszási lista, és meg tudjátok nézni. Mi itt szerintem... Mindennek eljön a vége. De... Mi itt szerintem elköszönünk. Itt az eredeti elköszönő helyen, ahova ide nőtt egy fa. És belekezdünk az új kalandba, és minden új, hogy mondják meg a kalandot más szóval. Na szóval az új sorozatba belekezdünk, és ennyi is lett volna ez a sorozat. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok! Na sziasztok srácok, elkezdjük a Minecraft sorozattal a gameplay csatornát. Jééééé! Na, hűtjük. Igen, neked hány fád van? Igen. Nekem 5. Igen, nekem 10. Ott van a Krisztiánnak a béna színpada. Mi az az elköszönő hely? Látsz itt az elköszönő hely. Tájunk már leked soram, miről beszélünk? Na, megyok, mi a szar? Hogy lehetek nő? Úristen, tökös csaj lettem. Jó, nyugi csucska, nyugi csucska. Igen, csucska. A lovacska? Hogy hívjuk ezt a lovacskát? Szerbusz. Ez az, én érek fel a házba, és megölöm a kutyán. Itt a Jonathan, ő lesz a ló, jó? A Jonathan. Ne! Elkészült nagyjából a lomb. Még van egy pár hely, ahol amit meg kell csinálni, mint például ott. Fú, basszus, én most megfoglak és ketté törlek. A 100%. Engem? Igen. Engem? Hát te hülye vagy, hát te robbantottad föl magad a creeperrel, te. Kis görcsös-mörcsös. Kis görcsös-mörcsös. Nem vagyok görcsinél. Aha. Na. Jaj, majdnem lelöktelek a láva tengerbe. Azt a rohadt, ott is van! Azt a rohadt! Mennyire! Azt a rohadt, ez nagyon király, hát ez nekem nagyon tetszik. Wow! És még van Nether portál is.